Sziasztok, itt is lennék a következő videóval, ami, hát jól látjátok, Minecraft. Most kérdezhetnétek sok mindent, miért pont Minecraft? Hol vannak az MMO-k? Kijött a PSO 2, abból nem lesz videó? És miért emelkednek ennyit a benzinárak? Ez utóbbi tökre nem vág témába, de akár ezt is kérdezhetitek. Szóval, az előző videómban Minecraft Dungeon-t coveröltem, ami kicsit visszacsábított az eredeti Minecrafthoz. Szeretem a Minecraftot, még ma is jól elszórakozok vele, de nem lenne igazi MMO csatorna, ha nem egy MMO szerverrel játszanék. Ez pedig nem más, mint a Wincraft. Még mielőtt belekezdenék, visszapörgetném az időt 20 másodperccel, és kitérnék gyorsan a PSO 2-re. A megjelenéskor sokat gondolkoztam azon, hogy csinálok róla minimum egy First Impression videót, mert egyébként az óriási boss fight-ok nagyon királyul néztek ki, de a játékhoz régiót kell váltani, tele van buggal, teljesítmény problémával, launchkor volt egy csomó hiba, a fejlesztők pedig annyira vannak a helyzet magaslatán, mint a Bless fejlesztői. Szerintem ez mindent elmond, emellett pedig a játék 8 éves, szóval igazán nem biztos, hogy megéri a szarakodást, és emellett egyébként a sci-fi sem az én zsánerem. Na de ennyit a kis kitérőről, ugorjunk vissza a Wincraftba. Szóval összefoglalni elég könnyű, a legnagyobb, ha nem az egyetlen igazán nagy MMORPG szerver a Minecraftban, ami sok-sok éve üzemel már, de ez így elég felületes leírás, nézzük is meg, hogy miket ad pontosan a játék. Először is ad 5 játszható klaszt, és minden klasznak 4 egyedi skillje van. Ez nem tűnik kifejezetten soknak, de az alap Minecrafthoz képest ez egy elég komplex és skilles harcot tesz lehetővé. Magukat a skilleket a jobb és bal klik különböző kombinációjával kasztolod el, ezeket szintlépéssel oldod fel és fejleszted. Emellett szintlépéskor tudsz a statjaidra pontot osztani, ami bármikor módosítható, ezek a statok és a hozzájuk kapcsolódó elementális bónuszok nagyban kihatnak a játék harci stílusodra, ezzel egy plusz réteget adva a harcnak. És ami az igazi izgalmat adja, az a tét, amikor meghalsz. Minden halálnál veszítesz soul pontot, minél kevesebb van belőle, annál több esély van arra, hogy halálkor elveszítesz néhány cuccot, illetve minél kevesebb a pontod, annál értékesebb cuccot ejtesz el. Beleértve a felszereléseidet is, tehát amire baromi sok pénzt költöttél, vagy nagy nehezen kigrindoltál egy dungeonből, az simán bukhatod, hogy a sokszor halsz. Ez talán a legizgibb része a játéknak, szóval érdemes nem meghalni. A fejlődés 110 szintig lehetséges, és ez alatt egy óriási open world területet tudsz majd bejárni, de mivel az alap Minecraft nem tartalmaz klasszikus értelembe vett világtérképet, ezért ezt külön a weboldalon lehet megtekinteni, és nézzétek, ez azért eléggé nagy. Emellett gyakorlatilag mindent biztosít, mint egy átlagos MMO, 134 quest és 125 mini quest, ami szintén nem tűnik soknak, de viszonylag hosszúak, és nem csak a tipikus ölj meg 5 mobot és beszélj valakivel küldetések. Ezeknek mind van rendes sztoria, és némelyik kifejezetten vicces vagy izgalmas is. A küldetések nyomon követése egy questbookból történik, ami viszont nem közöl sok infót, szóval mindig érdemes végighallgatni a párbeszédeket, mert csak abból fogod megérteni, hogy mit is kell csinálni, szóval hozza az old school MMO feelinget. 500 felfedezhető maprész plusz közel 50 titkos hely van a világban, szóval az achievement runnereknek is lesz bőven dolga. A játék tel is tele van ismétlődő ládákkal, amikből sokszor elég jó lootot lehet szerezni. 16 dungeon van, amikből szintén jöhet a jó loot, és Minecrafthoz hülyen nem csak harc van előtérben, hanem elég sok a parkour, jumping puzzle. Obaiteiru, Naruto. Tipikus MMO feature-ök még a life skill-ek, kraftolás, a tárgyait fejlesztése, playerek közötti kereskedés akár személyesen, akár a marketplace-en keresztül, vannak a játékban guildek, melyek között van Territory War is, szóval különböző területekért eshettek egymásnak. A játékban az egységes fizetőeszköz az Emerald, melyet a bankban a faszorú barátainkkal tudunk beváltani Emerald blokkra, vagy ha nagyon gazdagok vagyunk, akkor folyékony Emeraldra. És habár ez az egyetlen in-game currency, ettől függetlenül továbbra is elérhető a cash shop, amiből elég sok tárgyat lehet megvenni, itt a játék egy picit pay to win, lehet valahogy fel kell tartani a szervert. Amit figyelembe kell venni, hogy ez a játék továbbra is Minecraft. Hiába a jól felépített szép és nagy világ, a felépített lore, a zseniális RPG elementek, kezeljük helyén az elvárásokat, ne számítsunk egy epic harcrendszerre, durva animációra, szép grafikára vagy kiforrott játékmechanikákra. A marketplace működése picit fura, a küldetések követése nehézkes, a párbeszédek az NPC-vel és az átvezetők megoldásai picit korlátozottak. Ez egy játékon belüli játék,
és csak annyi a kapacitása, amennyit az alapjáték megenged, innentől már csak azon múlik, hogy ezt mennyire tudják jól kihasználni a készítők. És azt kell, hogy mondjam, eddig nagyon jó munkát végeztek vele. Erről tanúskodik is ez a rohadt nagy játékos bázis is. A nap bármely pontjában feljössz, több száz embert látsz a városban, és ugyanez a látkép fogad az összes channelen. Gyakorlatilag nagyobb a játékos bázis, mint némely valódi MMO-nak. Ez azért elég sokat elárul. Ja, és egyébként meglepően sok magyar játszik rajta, feltehetőleg Ice Bluebird Minecraft videós hatására, de már az első napomon is legalább 7 magyarral találkoztam, szóval akiknek számít a magyar community, annak ez nem lehet kifogás. Amivel viszont érdekesebbé, szebbé, jobbá és kényelmesebbé lehet tenni a játékot, az néhány hasznos kis mod, hiszen a Minecraftnak egy lényeges feature-e a modolhatóság. Ilyen például a minimap és a worldmap modok, amit a navigációra és a questek helyének jelölésére használtam, ezek hozzáálltak az MMO élményhez, és a szerver üzemeltetői is hivatalosan támogatják ezeket a modokat. Shaders modot raktam még be, ha bírja a géped, akkor elég szépé varázsolhatod a játékot, illetve a szervernek van egy saját módja, ami szintén néhány kényelmi funkciót ad a játékhoz, ezekkel érdemes kiegészíteni a teljes játékélmény érdekében, illetve ezek a modok javítják az előbb említett negatívumok egy nagy részét. Külön pró és kontrát nem fogok most csinálni, mert feleslegesnek érzem, és nem azért, mert lusta vagyok megcsinálni, viszont ez egy réteg játék. Aki szereti a Minecraftot és az MMO-kat, azoknak ez egy kötelező elem, bármennyi pró és kontra szól a játék mellett, ez a szerver egyeduralkodó ebben a kategóriában, és megvan az oka. Aki ebbe a rétegbe tartozik, biztos, hogy élvezni fogja. Minden esetre minden hasznos link és IP cím a leírásban, és találkozunk a következő videóban, ami feltehetőleg nem a Fantasy Star lesz. Sziasztok!